Kedves nézőink, mindjárt itt a karácsony, ahogy szokták mondani, az elcsendesedés és a megbékélés időszaka. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy még előtte sort kerítünk arra a beszélgetésre, ami aztán tényleg elég érdekes és olykor-olykor heves vitákat vált ki, amikor is a két képviselőcsoport egy-egy tagja képviseli magát itt nálunk a stúdióban, és beszélgetünk az elmúlt időszak eseményeiről. Így lesz ez most is, éppen ezért nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Nagy Legény Ildikó alpolgármesterasszonyt és Bódi Judit képviselőasszonyt, az Összefogás Hajdnánásért képviselőcsoport vezetőjét. Köszönöm, hogy itt vannak velünk ma este is. A témákat összeállítottuk, remélem, hogy tényleg ezen a csokron végig tudunk menni, és mindenről tudunk beszélgetni. Mielőtt azonban az elsővel kezdenénk, óhatatlanul is vissza kell utalnom egy-két dologra, ami az elmúlt időszakban történt, hiszen az országos médiumok velünk vannak tele valamilyen szinten. Tényleg az ember, hogyha beüti egy kereső programba Hajdunánás város nevét, hát akkor most egy olyan témával találja magát szembe, ami képviselőasszony és polgármester úr között zajlott le, tényleg csak néhány mondatban. Ki mit gondol erről a történetről? Képviselőasszony, hiszen ön az érintett ebben. Hát igen, ugye ezek a viták általában a testületi ülésről szoktak szólni, és nem is viták ezek, hanem beszélgetések, és pont megragadta a szememet az a mondat, hogy ugye igazából az lenne a lényege, hogy tájékoztassuk a lakosságot arról, hogy kicsit részleteiben egy-egy olyan ügyről mi a véleményünk, ami felvetődik a testületi ülésen. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a decemberi testületi ülésnek a hangulata az nagyon furcsán vagy érdekesen alakult, és ugye így évvégén a sajtó egyébként is jobban rászokott figyelni a testületi ülésekre, legfőképpen azért, mert kíváncsiak arra, hogy az évvégi jutalmazások hogyan alakulnak. Ezt most nem szeretném előre lelőni, mert ez is napirendi pontunk. Valószínűleg ebből adódhatott az, hogy több újságíró megnézte a mi képviselőtestületi ülésünket, és ott hallották azt a parázsvitát, ami kialakult polgármester úr és köztem. Tegnap többen megkérdeztek erről a kérdésről, és én akkor is azt mondtam el, hogy én értem, hogy felfokozott a hangulat, hisz ugye az első napirendi pontunk az a vizsgálat, ami folyik Hajdunánáson. Ebből adódóan, hogy polgármester úr is feszültebb, és mindenki, de hát azért van egy olyan szint, ami alá nem süllyedünk, ugye nagyon klasszikust akarok idézni, hogy egy bizonyos szint felett már nem süllyedünk egy bizonyos szint alá. És én részemről azt mondtam már, hogy én ezt le tudom zárni, és biztos vagyok benne, hogy ezt polgármester úr is át fogja gondolni, és nekem az a célom, hogy a januári testületi ülésre már úgy jöjjünk vissza, hogy ez a stílus elhagyja a képviselőtestületet. Ugye azért is hoztam ide ezt a témát, mert tényleg számtalan médiumban lehet látni most az ezzel foglalkozó cikkeket, híradásokat és felvételeket, és bár képviselőasszony is elmondta, hogy ő lezárta ezt a történetet, polgármester úr ott a képviselőtestületülésen bocsánatot kért ezért a dologért, de valahogy mégiscsak exkalálódik a médiában ez a történet, hova tovább olyannyira, hogy még a polgármester asszony is megszólalt ebben a kérdésben. Így van, nyilván egyet tudok érteni azzal a felvezetéssel, hogy nagyon méltatlan a városra nézve, és én tegnap is ezt mondtam el, hogy ennyire a középpontba kerültünk, és igazából egy olyan vita miatt, ami sem nem egy várost érintő dologhoz kapcsolódott, nem egy konkrét ügyben, hanem magának a testületülésnek lett egy olyan hangulata, ami belekerült ebbe a sajtó nyilvánosságba, illetve ami a vitát okozta elsősorban a két érintett között, azt gondolom. És ezért tartottam fontosnak én is, hogy megszólaljak, hiszen el is mondtam, hogy szerintem méltatlan Hajdunánás városára, méltatlan abban a tekintetben, hogy ne így emlékezzenek, vagy ne így ismerjék meg sokan Hajdunánás nevét, hogy ott vita van, ilyen vita van a képviselőtestületben, és szerintem az érintett személyekre nézve is rendkívül méltatlannak érzem. És azt gondolom, hogy nagyon egyoldalú tájékoztatás volt. Én egyébként értetlenül álltam a dolog előtt, hiszen én most sem hiszem azt, hogy valaki leül,
függetlenül attól, hogy most jutalmakat néz, vagy nem, és akkor egy hajdunállási képviselőtestetnek a 3 órás tájékoztatását megnézi. Én ezt nem gondolom továbbra sem, de minden esetre én azzal zártam a tegnapi mondandómat, és tartom is magam hozzá, hogy szerintem lezárt a dolog, hiszen úgy nyilatkozott képviselőasszony is, polgármester úr bocsánatot kért, és remélem, hogy tényleg mindkét fél által lezárásra kerül, és túl tudunk billenni ezen az ügyön, és hamar elfelejtik, és nem ez alapján fogják Nánás nevét, a nánási embereket megítélni. Hát, hogy szokták mondani, minden csoda 3 napig tart, én biztos vagyok benne, hogy ezzel is így lesz, viszont azért tényleg érdekes mondatok hangzottak el, és ugye, a polgármester asszony is mondott azért egy-két olyan mondatot, amelyben kiállt polgármester úr mellett, így le tudnak csillapodni a kedélyek, ha aztán valahol mégiscsak eszkalálódik ez a történet, és mindenkinek van még egy gondolata, még egy mondata ehhez a témához? Nyilván az ember úgy érzi, hogy egy igazságpontot tenni kell bele, hiszen hogyha egy oldalú tájékoztatás van, hogy mindenhonnan ugyanaz megy, és az én igazságérzetemet sértette az, hogy az okozati dolgokról nem volt szó, hiszen mindannyian elmondhatjuk, hogy egy felfokozott hangulat volt. És én azt mondtam el, hogy szerintem azt is le kell írni konkrétan, korrektül, hogy mi váltotta ki ezeket a felfokozott hangulatokat. Hiszen nekem érthetetlen momentumok váltották ezt ki. Például az egyik az volt a MotoGP-ről adott tájékoztatásom, ezen háborodott fel képviselő asszony, hogy volt egy olyan felvetése, hogy nyilván egy csomó sajtó megjelenés van, és szükséges a MotoGP vonatkozásában is, hogy tájékoztatást adjunk az embereknek. Én elmondtam ott, hogy nem mi vagyunk, akik hiteles, napra kész, és a teljes folyamatot érintő tájékoztatást tudunk adni januárban, ahogy a felvetés szólt, de a napi folyamatokról, és ami tényleg az érinti a lakosságot, arról tudok egy hiteles tájékoztatást adni, hiszen részt vettem benne ezekben a munkafolyamatokban. És lehet, hogy elismerem, lehet, hogy nem 3x3 percben, nem ki kellett volna használnom azt a 2x3 percet, én ebbe teljesen igazat adok, de nem értettem, hogy miért akkor a gond az, hogy tájékoztattam a lakosságot, hiszen ott odaillett ahhoz a napirendi ponthoz. Ez volt az egyik, aminek a végén elhangzott ez a bizonyos hisztis kifejezés, és utána nem tudom, hogy azért érezhető volt a felfokozott hangulat. Képviselőasszony is kiment többször. Volt, hogy hangosan beszélt alpolgármester úrat, tényleg zavaró volt számomra is, és én ezeket nyilatkoztam le, hogy tegyünk pontot a dologra, de azért hallgattasson meg mindkét fél, és ne legyen egy ilyen egyoldalú tájékoztatás, hiszen ha megnézzük a közösségi médiában, ezek forogtak, és szerintem méltatlan, ha így megismertetett mind a két szemszögből a nézőpont. Szerintem ez fontos, és szerintem el kell mindkét félnek ismernie a hibáját ebben a dologban. Én polgármester úr részéről is elismertem azt, hogy ez nem volt egy szerencsés kijelentés, és azt is, hogy ez bántó lehetett. Örülök annak, hogy bocsánatot kért. Szerintem ez nagyon fontos volt. Remélem, hogy képviselőasszony valóban meg tud neki bocsátani, elfogadja ezt, és akkor így le lehet zárni ezt a történetet. Képviselőasszony, egy reakció? Hát azért, hogyha megengedi a polgármester asszony, akkor két megjegyzésem azért lenne, mert a tegnapi napom úgy zajlott, hogy akárki megkérdezett, én ezt a e köré font mondatokat mondtam el, amivel a bevezetőm is volt. Aztán legnagyobb meglepetésemre este, amikor hazamentem, én csak akkor láttam a második fejleményt, amit a polgármester asszony nyilatkozott a Debrecenerbe. Azért azt szeretném leszögezni, hogy az egész probléma nem abból adódott, vagy nem az a lényege, hogy én most hisztis vagyok, vagy nem. Még ha megengedi, még talán azt gondolom, hogy nyilván nagyon nem szerencsés, és elítélem azokat a mondatokat, amit nekem a polgármester úr szánt. De alapvetően nem itt van a probléma, hanem ő átlépett egy olyan stílust, és egy olyan határt, ami a nőiességet jelenti, amit én nem akartam kihangsúlyozni, de az, hogy még pont a polgármester asszonyként engem oktat ki a sajtóba, hogy tulajdonképpen azért, mert én tényleg hisztis vagyok, és ez feljogosítja a polgármestert arra, hogy ideig elmenjen, ez nem tudom mennyire szerencsés, de ez az öndöntése.
azt írta a nyilatkozatával, hogy hazug, vagy valami nem megbízható, tehát valamilyen negatív jelzővel illette a sajtót. A sajtó, a hajdonenesi televízió vágatlanul leadott testületi ülés anyagából dolgozott. Tehát ezt megkérdőjelezni, amihez soha nem nyúlnak hozzá, nem vágják ki, tehát ott szó szerint minden önt lehetett látni. Na most az a stílus, ami ezen a testületi ülésen volt, azért előfordult már egy párszor, de tudja a polgármester asszony, ha már ennyire beleállt, és én nem tartom egyébként ezt szerencsésnek, de ez szintén az ön döntése, hogy pont egy ilyen ügyben nem maga a polgármester áll oda, és vállalja a felelősségét, vagy vállalja a tettét, hanem megint a polgármester asszonyt küldi oda, és hagyja nyilatkozni. De ez az önök döntése, ez nekem nincs közöm. De ahhoz van, hogy amikor az ominózus első megjegyzést tette polgármester úr, akkor a polgármester asszony igen erőteljesen mosolygott. És azt kell, hogy mondjam, hogy a polgármesterként azért ül a polgármester mellett, hogy segítse a munkáját. És tudja, ha csak annyit tesz, hogy polgármester úr, ez nem oké, akkor valószínű nem történik az meg, mert még nem abból a megjegyzésből volt a nagyobb probléma, hanem később, amit nem is rám tett, hanem a családjára. Valószínűleg akkor nem történik meg, mert lehiggad, vagy átgondolja, hogy ez nem, ez már nem az a stílus, ami belefér egy képviselő testületi ülésbe. Igen, most is azt mondom, megkérdezték, akarok-e feljelentést, vagy nem, Isten őriz, nem, semmi ilyen ügyben tovább, én tényleg lezártnak tekintem, de úgy tényleg nehéz, hogy az ember egész álló nap mindenki kérdez, én elmondom, hogy igen, lezárt, szerencsétlen stílus, és utána este látom, hogy újra kezdjük az egész történetet. Tehát ha őszintén gondolja, akkor tényleg zárjuk le. Az, hogy én mire mondtam azt, hogy hazug, nem mondtam ilyet, álhírekkel tarkított sajtó, pontosan ez hagyta el a számot. És egyébként én az ATV-nek nyilatkoztam pont képviselőasszony után, és azt nem vágta be számomra furcsa módon, hogy én megmagyaráztam azt akkor abban a nyilatkozatban, hogy mire gondolok az álhírekkel tarkított sajtóra, mert hogy rákérdezett a szerkesztője az ATV-nek, és elmondtam neki, hogy azok a plusz információk, amik egyébként a sajtóban megjelentek, csak hogy egyet idézek a polgármesteri jutalomról szóló hírek, azok teljesen valótlanok voltak, vissza lehet keresni. Én erre mondtam, és semmi másra egyébként, hogy bármi hazugott volna abban a tájékoztatásban. Az az egyik. Engem nem küldött oda a polgármester. Tegnap este tudtam a napi fejleményekről tájékoztatni a polgármester, mivel ő egész nap Dunaharasztiba volt. Egyetlen szót sem beszéltünk vele akkor a történésekről, nem is tudott egészen addig róla, amíg este ő fel nem hívott engem, és elmondtam neki, hogy mivel kellett ma szembesülnünk. És én továbbra is tartom magam ahhoz, hogy nyilván megszólaltam ebben. Én nem mondtam önre azt, hogy hiszt is, én azt mondtam, hogy az a folyamat, ami ott zajlott, és az a viselkedés, ami ott volt képviselőasszony részéről, az valóban ráillett ez a kifejezés. De elismertem, hogy ez végtelenül nem volt szerencsés, és ezért örültem tényleg annak, hogy ön szántából kért bocsánatot, nem kellett, hogy elmondjam neki, vagy figyelmeztessem erre, hanem a szünetben ő maga mondta nekem, hogy bocsánatot fog kérni. És szerintem ez így rendben van, és én azt gondolom, hogy akkor mind a kettőnknek a záró mondata az volt, hogy lezárható így ezekkel a kiegészítésekkel, vagy mindenkinek a megismert véleményével ez a folyamat. És talán remélem, hogy le tudjuk zárni ezt a témát, mert jó lenne, hogyha tovább tudnánk lépni arra, amivel eredetileg ugye nyitni akartunk. De valahol a két dolog összekapcsolódik, hiszen ha már felfokozott érzelmeket említettek, akkor nyilván ez a történet is hozzájátszik ehhez. Alpolgármester asszony, én tényleg kívülállóként szemlélem az eseményeket, én vagyok az átlag hajdunánási polgár, aki tényleg a morzsákból próbálja összerakni az információkat. Én ezért is kértem, hogy valahol próbáljuk elmagyarázni a televízió nézőknek és hajdunánás közösségének is, hogy mi ez a történet, ami most zajlik a városban. Ugye jelenleg zajlik egy rendőrségi vizsgálat az egyik pályázat közbeszerzésével kapcsolatban, valahogy úgy fogalmazták meg ezt, hogy versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt. Mi ez egészen pontosan, vagy mit lehet tudni, mit lehet erről elmondani?
Én sokáig gondolkoztam, amikor láttam ezt a témafelvetést, hogy mit írjak erre. Ugye mind a ketten javasoltunk témákat. Szerintem, ami elhangzott, a polgármester úr volt már itt a tévében, és nyilatkozott erről. Kiveséztük a testületi ülésen, és azt gondolom, hogy minden olyan plusz információ, ami forog a városban, mert hogy sajnos forog, az... És szerintem nagyon sok fals információ nagyon sok fals információ, és ez nem nyugszik valós alapokon. Úgyhogy nem tudom, hogy képviselőasszony javasolta ezt a témát. Ez az én felvetésem volt. Az ő felvetése, jó. Én szívesen meghallgatom képviselőasszony véleményét is, de hogyha nálam van a szó, akkor én nagyon határozottan az igazság magra próbálnék összpontosítani, és szerintem mindenkinek ez kellene, hogy bevésse magába, és akkor nem keringenek ezek a tényleg fals információk a városban. Ami ténylegesen az igazság alapja az egésznek, hogy valóban egy hivatali köztisztviselő meghallgatásra került egy ügyben. Vélhetően a beszámoló alapján az ipari park utas beszerzéséhez kapcsolódott ez a meghallgatás. Én nagyon fontosnak tartom leszögezni azt, hogy a mai napig az önkormányzat semmilyen értesítést, tájékoztatást, ezen kívül, amit a köztisztviselőtől tud, semmilyen tájékoztatást nem kapott. Nekünk nincs tudomásunk arról, hogy milyen eljárás folyik, milyen gyanúval, vagy milyen felvetéssel, ennyi, ami tájékoztatás rendelkezésünkre áll. Amikor ezt polgármester úr megkapta ezt a tájékoztatást, azonnal összehívta a képviselőtestület minden tagját, és adott erről egy tájékoztatást azzal a javaslattal, hogy nyilván, ami minket érinthet, az a hivatalnak a közbeszerzési folyamata. És ezt azonnal, haladéktalanul vizsgáltassuk meg egy szakértővel. Akkor a képviselőtestület egyöntetően döntött arról, hogy készítessük el ezt a vizsgálatot. Megnevezésre került a szakértő stáb is, aki az ISTA audit, aki elvégezte ezt a vizsgálatot. És szintén minden ilyen apró mozzanatban egyöntetű döntés született. Tehát a javaslat arra irányult, hogy a hivatal közbeszerzési folyamatát vizsgáljuk meg. Ami ettől több, az már maga a közbeszerzés folyamata, amit nyilván mindenféle szakértelem hiányában mi egy akkreditált közbeszerzési szakértőnek adunk tovább, amit nyilvánvalóan szintén a képviselőtestület egyöntetű döntésével határoztunk meg. Az akkreditált közbeszerzőnél van most már ilyenkor a teljes felelősség a közbeszerzési ügyet tekintve. Minden közbeszerzést a közbeszerzési hatóság vizsgál, és amíg az jóvá nem hagyja, illetve szabályosnak nem találja, addig nem kezdhető meg maga az a beruházás. Szabályosnak találta ebben a tekintetben a közbeszerzést. Elkezdődött a beruházás. Van még egy plusz kontroll is ezekbe a közbeszerzésekbe, azt utóellenőrzésnek hívjuk, ugyanígy a közbeszerzés belső folyamatait vizsgálják. 5 év, 23 közbeszerzését vizsgáltattuk meg talán. Azt tudom, hogy írtó sokat dolgozott rajta a hivatal, több mint 20 ezer oldalnyi dokumentumot kellett összeszedni, beszkennelni és rendelkezésre bocsájtani. A cég, amint készen lett, mi összehívtuk újra a képviselőtestületet, kiküldésre került ez az anyag, amiben, hát mondhatom azt, hogy technikai jellegű módosítások voltak, de azt mindenképpen leszögezhetjük, hogy alapvető és súlyos hibát ezekben a folyamatokban nem találtak. És ezért is bántó egy kicsit az, amikor jönnek a közösségi médiában, hogy azt vizsgáltuk, amiben nem lehet hiba, vagy olyannal vizsgáltattuk, aki nem ért hozzá. Ez az, aki ilyeneket állít, az nem mond igazat. De gondolom, ez a közbeszerzés is benne volt, ha az elmúlt 5 évet vizsgálták, akkor nyilván a kérdéses is közte volt. Nyilván, igen. Hát ez friss pályázat. Tehát azt mondom, hogy aki ezentúl bármit mond, a sejtet, vagy rossz indulatú. És itt volt nyilván megint az országos média, Hatházi Ákos mit jelentett ki, így jelentette ki, idézni tudom, Hajdún Ánás is csalt a közbeszerzésen. Azért ezek szerintem felelőtlen és méltatlan kijelentések a városra nézve. De ha már itt tartunk, és bocsánat, de képviselőasszony is nyilatkozott tegnap egy olyat, pont az RTL klubnak, azt hiszem, hogy
érti, hogy ideges a polgármester, hiszen a városban folyik egy nyomozás közbeszerzési ügyben. Ezek nem szerencsés kijelentések szerintem, mert hogy azt mondta a képviselőasszony, hogy nyilván minden településvezető ideges lenne ettől a helyzettől. Én azt gondolom, hogy ha polgármester úrnak ilyen helyzettől, ha ezt helyzetnek lehet nevezni, idegesnek kell lenni, akkor a képviselőtestület minden tagjának idegesnek kellene lenni, hiszen egyöntetű felelősséggel döntünk, vagy dönt a képviselőtestület ezekben az ügyekben. És szerintem ennyi, ami tényleges, valós alapokon nyugszik, és ehhez kellene mindenkinek ragaszkodnia a kommunikációjában. Én erre kérem a lakosságot is, hogy nincs ezen túl több információnk. Amint van, nyilván gondolom, hogy tájékoztatást fogunk róla adni, amennyiben nem sértünk vele személyi érdekeket, de ezen túlmenően ne kreáljunk bele olyan dolgokat, amik nem léteznek. Hát, ha már az igazságmagnál tartunk, ahogy fogalmazott a polgármester asszony, ez mindig az, amit elmondott. Tehát nem tudok vele vitatkozni. Talán abban a pontjában igen, hogy ha én ennek a városnak a polgármestere lennék, és egy ilyen helyzet kialakul, nem azért, mert azt érezném, hogy én személyesen most ebbe érintett vagyok, vagy nem, mert ezt mindenki önmaga tudja, hanem azért, mert ez egy ilyen helyzetet teremt egy városba. Semmi másért, de ezért biztos, hogy nagyon ideges lennék. Hogy megy egy város, előre folyik az élete, halad, és akkor jön egy ilyen bélyeg, amit ma már a médiát nagyon nehéz befolyásolni, és hangoznak el ilyen mondatok, és persze ezen meg lehet lepődni, de ez így van, és én ezt erre értettem, hogy én ebből a szempontból megértem polgármester urat, hogy nem jó neki se, egyébként abban is igaza van, nekünk sem ez a hangulat. Itt egyetlen egy probléma van. Igaz, leültünk, megbeszéltük, hogy elindul ez a vizsgálat. 2 hónapig, azaz mondjam így 2 testületi ülésig senki egy szót nem szólt erről. Hiába volt provokálva az ember a Facebookon, vagy bocsánat, a közösségi médián keresztül, hogy egyébként miért hallgat az ellenzék. Egy szót nem szóltunk ebben az ügyben, mert ebbe állapodtunk meg, hogy többet nem tudunk ezzel tenni. Ehhez képest mi történt a decemberi testületi ülésen, meg előtte lévő időszakban, polgármester úr, és hagy használjam a saját szavait, sejtetéses üzeneteket küldött folyamatosan a város felé, hogy megtámadták Hajdunánást. Ott is megkérdeztük, ki támadta meg Hajdunánást. Egy teljesen olyan független ügy, amin mi is a lehető legjobban voltunk meglepődve, mikor tudomást szereztünk róla. Nem a város támadták meg. Felvetődött, hogy egy közbeszerzési ügy törvényes vagy nem. A hatóság ebben nyomoz, végzi a feladatát, majd gondolom lezárja, és akkor kiderül, hogy mi a probléma. Abba is igaza volt a polgármester úrnak, hogy addig az ártatlanság vélelme mindenkit megillet. És szerintem itt le is lehetett volna zárni az egész történetet, ha nem megyünk bele megint abba, hogy na kezdjük el ütni az ellenzéket, mert elkezdjük sejtetni azt, hogy biztos, hogy az ellenzék kezdte el ezt a lejárató kampányt. Amiben egyébként nincs semmi lejárató, mert tényleg senki nem tud még semmilyen tényt, és senki nem járat le senkit. Az, hogy az emberek beszélnek, igen, ezt kapjuk mind a két oldal, politikai állástól függetlenül. De ezt a hangulatot nem kellett volna belevinni. És ha már még egy pillanatra visszatérünk a hangulatra, ott volt az első összeütközésünk, polgármester úrral a testületi ülésen, amikor behozta, hogy ezt zárt ülésen tárgyaljuk. Hát mindenki tudta pontosan, mert láttuk az anyagot előtte, hogy így, ahogy a polgármester asszony elmondta, semmi olyan titkolni való nincs benne, amit ne tárgyaltunk volna meg. És én ezt mondtam el, hogy ne kezdjünk el megint zárt ülésen beszélni ilyen dolgokról, mert megint arra adunk alapot, hogy elkezdjenek olyanokat sejteni, ami nincs benne. És ott még a polgármester asszony is kikérte magának, hogy én milyen szavakat használok. Nem, elmondtuk, hogy ebbe az ügyben már nem lehet tovább hallgatni, amit lehet, el kell mondani. Na de nem úgy, hogy elkezdünk megint vagdalkozni, sejtetni szűk gazdasági csoport, meg érdekről, meg nem tudom én miről beszélni. Tehát a hangulat ebben a történetben itt ment el.
De mit szól képviselő asszony ehhez a vizsgálathoz, ami lezajlott az elmúlt 5 év beruházásaival kapcsolatban, és az viszont rendben talált mindent? Értem, de elmondta, testületülésen is elmondtam, alpolgármester asszony is elmondta, hogy ez egy tartalmi, ez egy folyamat ellenőrzés volt. Csak hogy értsék a nézők. Ha az van írva a szabályzatban, hogy kell egy jegyzőkönyv, akkor fogták és kipipálták, hogy megvan a jegyzőkönyv, vagy össze kell hívni, megvan. Ezt értem, de tartalmi dolgokat nem vizsgált. De ezt vizsgálja a közbeszerzési hatóság, vagy így, így van. Na de hát azt, amit amire a nyomozás irányul, amennyire lehet érteni, vagy amennyi információ van, azt nyilvánvalóan nem vizsgálta senki. De tehát, nem is tudjuk, mire irányul a nyomozás. Én nem tudom, hogy mire irányul. Én se tudom, hogy mire irányul a nyomozás, hanem el kell mondani, igaz, ott is elmondtuk a folyamatokba, amit így egy külső, belső ellenőrzésre specializálódott cég meg tud vizsgálni, az rendben volt. Csak azt nem szabad összetéveszteni, hogy ez azt jelenti, hogy egyébként ennek a nyomozásnak a végeredménye az lesz, hogy itt semmi probléma nincs. Nem tudom, hogy mi lesz a végeredménye. És pontosan ezt akartam kifejezni, hogy mindenki elfogadta volna, ha azt mondjuk, hogy nincs miről beszélni, ártatlanság véleme, majd ha a vizsgálat lezárul, visszatérünk rá. Ehhez képest megint az volt a legfontosabb ügy, hogy elkezdjük dobálni az ellenzéket. És a dobáláson kicsi tovább mentünk, mert már megint elkezdjük fenyegetni az ellenzéket, mondván, hogy ők megtámadták, vagy az ő segítségükkel megtámadták a várost. Senki nem támadta meg. És a MotoGP pályára visszatérve én ott elfelejtettem, bár mondjuk lesz majd napirend, hogy de jó, akkor nem térhetek ki, majd akkor visszatérünk. Az, hogy megtámadták Hajdún Anást, idéztem az előbb Hadházi Ákost. Hajdún Anás is csalt a közbeszerzésen. Szerintem ez elég támadó. És ráadásul totálisan nem is igaz. És nem is értettem egyébként, mindig arról beszél képviselő asszony, hogy zárjuk le ezeket a témákat, és ne forogjon a sajtóba. Ezért nem értettem a tegnap esti nyilatkozatot, ami teljesen egy más a kettőjük közötti vitásügyet vizsgálta. Miért zárja azzal a képviselő asszony a beszélgetést, hogy behozza ezt a közbeszerzési témát, hiszen újra elkezdte boncolgatni a sajtó, mert hogy azt nyilatkozza a képviselő asszony, hogy megérti, hogy ideges a polgármester, hiszen a városban folyik egy nyomozás a közbeszerzési ügyben. Nyilvánvaló, hogy a sajtó azonnal ráharap, és le is írták, hogy igen, folyik egy nyomozás, és közbeszerzési nem tudom milyen, megint azok a felvetések, amiket folyton hallunk. Hát így tényleg nehéz lezárni egy közösségi felületen egy hírcsapot. Nem az, tehát ezt szögezzük le. A nyomozás tekintetében én soha nem mondtam, hogy zárjuk le. Én azt mondtam, hogy az az anyag... A közösségi felületen folyó történéseket szerintem azt kellene mindannyian törekedni arra, hogy ne menjenek ki az országos médiába ezek a folyamatok, és ott záródjanak. Megengedi a polgármester asszony, ha azt mondom, hogy magának sokkal erősebb média kapcsolatrendszere van, mint nekem? Hát, azt kétlem. Hát, de nagyon szívesen leülnék önnel vitatkozni. Én akkor mondjuk azt, hogy én nem használom a kapcsolatrendszereimet a médiában. Hát, azért erre tudnék egy-két példát mondani. Szeretném, hogy idézek a Pesti TV-nek. Használtam a Hajdún Anás vonatkozásában bármit? Igen. A közbeszerzésünkre kapcsolatban? Az a legnagyobb problémája a Hajdún Anás ellenzékének, hogy van. Uh-huh. Ez nagyon stílusosan ki lett vágva egyébként, mert hogy ott is magyarázatot adtam rá. Mert folytatódott a mondat, csak azt sokan elfelejtik, hogy az a stílus, amit itthon egyes emberek, akik nyilvánvalóan ellenzéki szimpatizánsok, fogalmazzunk így, 5-6-an fel tudja sorolni, szerintem sok mindenki egy kicsit magába száll. Ők olyan stílust engednek meg maguknak, és olyan támadó hangnemet bizonyos embereknek, akik ellenvéleményt akarnak megfogalmazni, hogy szerintem az ilyen megnyilvánulások valóban bajok. Akkor megengedi a polgármester azt, hogy megkérdezem, hogy és ezek csak ellenzéki hozzászólások? Tehát az önök oldaláról soha nem jön ilyen stílusú hozzászólás a közösségi médiában? Én imádom a Hajdún Anás pletykát, nem a Hajdún Anási pletykát, hanem a Hajdún Anás pletykát, ahol mindig így bedobnak egy cikket, és
akkor az 5-6 ember, ő neki mindig van egy hozzászólás is. De az önök oldaláról nincs legalább 5-6 ember, aki ugyanúgy mindig hozzászól, és ugyanúgy mindig véleményben van. Reagálók vannak, de egyébként az a ellenszenves hangvétel, ami minden egyes, legyen szó egy polgármesteri jutalomról, vagy legyen szó egy adományosztásról, vagy egy dinnyeosztásról, vagy bármiről, azok azért szerintem sokat mondóak. És én ebben határozott vagyok, hogy ott célzottan megy egy olyan ellenkommunikáció, ami mindent ellehetetlenít, és én ezért szoktam kihangsúlyozni, hogy szerintem mindenkinek arra kellene törekedni, hogy úgy éljük meg ezeket a fejlesztéseket vagy történéseket, hogy a pozitív oldalát próbáljuk meg megközelíteni. És ez nagyon nincs rendben Hajdúnáláson. És még egy dologra hagy reagáljak, míg el nem felejtem, az átülés vonatkozásában ott is kiemeltem, és nem akartam kioktatni képviselő asszonyt, csak arra hívtam fel a figyelmet, hogy nem szerencsés az a megfogalmazás, amit akkor tett, hogy ne titkolózzunk, nincs okunk titkolózni, ne titkolózzunk tovább a város előtt. Nem ezért akartunk zárt ülésen tárgyalni, hanem a jellegéből adódóan ezeket a típusú napirendeket eleve zárt ülésen szokta javasolni a hivatal tárgyalni. De teljesen egyetértettem azzal, hogy valóban a tájékoztatás része lehet, talán tudunk egy picit tompítani a náláson zajló negatív kommunikáción, és ezt teljesen el tudtam fogadni, de ne azzal a felütéssel tegyük meg, hogy ne titkolózzunk tovább a város előtt. Mert ez így nem hangzik jól. Nekem képviselőként, ha teszek egy javaslatot, indokolnom kell, hogy miért teszem ezt a javaslatot. Továbbra is tartom, hogy ezekben se MotoGP pályaügyben, se ellenőrzésügyben nem szerencsés, hogyha titkolózunk, és azt látja a Hajdúnálás lakossága, hogy mi zárt ülésen molyolunk. A közösségi médiára visszatérve, nagyon remélem, hogy a polgármester asszony nem akarja azt mondani, hogy pozitív üzenetekre nincs lehetősége, főleg önnek, de egyébként az egész város vezetésének. Nem mondtam. Az, hogy erre pedig embereknek van reakciója, és egyébként mi is, az ellenzék is kapunk, nem is keveset ezen a közösségi médián. Ilyen világot élünk. Erre lehet azt mondani, hogy sajnos, sokszor nekem is nagyon nem tetszik, de ezt viselni kell. Mert aki odaül, közszereplővé válik, azt ugye tudjuk, hogy sokkal, persze, nekem is van róla a véleményem, de annak ellenére én nem ülök ki, és nem kezdem el azt mondani, hogy a polgármester asszony gerjeszti ezeket a véleményeket, mert én pontosan tudom, hogy ezeknek az embereknek saját önálló véleménye van. És ha én teszek olyat, ami nem tetszik neki, én is ugyanúgy kapok. Nem vitattam, hogy nem önálló véleményt fogalmaznak meg. Semmit nem vitattam. Azzal a felvetéssel megfogalmaztam a véleményemet. Igen, csak a sejtetések járó. Mindig arról szólnak, hogy ezt az egészet az ellenzékkel részték. Én nem sejtettem ilyet. De ezek az üzenetek a polgármester úrtól, hogy itt megtámadta a várost a külső ellenség, és akkor gondoljuk már végig, hogy kinek lehet ehhez köze, kinek a barátja, ezek már nem sejtetések. Na, ha már polgármester úrat is megszólítottuk, akkor jöjjön a következő témánk, ugye a polgármester jutalmazása. Ez egy érdekes kérdés volt a testületülésen, mert egyébként úgy tűnt, hogy tulajdonképpen ebben a dologban mindenki egyetért, és senkinek nem volt ellenvetése, ennek ellenére jó hosszú napirendi pont lett belőle. Igen. Én voltam az előterjesztés az ügynek, és ott is azzal kezdtem, hogy ez már egy éves történet, hiszen tavaly volt 10. éve, hogy a polgármester úr betölti ezt a tisztséget, és én tavaly hoztam ezt az előterjesztést, viszont akkor polgármesteri döntéshozatal volt, és úgy láttuk jobbnak, hogyha nyilván abban a helyzetben ne döntsön arról, hogy ő jutalmat szavaz meg magának. Én a 6 havi illetmény helyett, ami járhat egy ilyen jutalomosztáskor, 3 havi illetménynek megfelelő összeget javasoltam. Én nem megyek bele, hogy régen hogyan volt, hogy nem volt. Tényként le tudjuk szögezni, hogy soha nem volt még arra precedens, hogy a polgármesternek valaki jutalmat javasoljon, vagy ő egyáltalán jutalmat vegyen fel. Én inkább arra próbáltam helyezni a hangsúlyt, hogy bemutassam az elmúlt 10 év munkáját, ami a polgármester úr vezetésével zajlott. Belementem a száraz számokba is, 8,2 milliárdnyi fejlesztés durván az a pályázati támogatás, ami
érkezett a városba, és szerintem ugyanilyen fontos, hogy ezek sikeresen meg tudtak valósulni, ezek a fejlesztések. Az is egy sikerként könyvelhető el, és hagyj idézzem újra itt is, és ott is megtettem Pajna elnök urat, aki mindig büszkén mondta azt, hogy Hajdúnállás az egyik legsikeresebb a pályázati források felhasználásának tekintetében, tehát a legkövesebb önerő felhasználásával tudtuk megvalósítani ezeket a pályázatokat. Kitértem arra is, hogy nehéz olyan szegmensét mondani a városnak, ahol nem találnánk valamiféle, nem találkoznánk valamiféle fejlesztéssel. Gondolok itt utakra, járdákra, intézmények felújítására, fecskelakásokra, ezen felül közösségeknek a támogatására, tehát nincs olyan szegmens, amiben nem találnánk. És én azt gondolom, hogy ez elismerésre méltó, és egy rendkívül szép dolog. Mind nyilván ne ragadjunk le a fejlesztéseknél, az alapvető működés is, és benne vagyok 2 éve, tudom, rengeteg feladattal jár. Az ottani napi feladatok is egy operatív munkával jár. Folyamatos egyeztetések vannak gazdasági társaságokkal, intézményvezetőkkel. Olyan napi feladatok vannak, amik nem csak ott létet, de figyelmet és felelősséget igényelnek. És én nem gondoltam, hogy ez egy méltatlan irányba is el tud menni, és szerintem elment, mert nem kapott egyöntetű szavazást, vagy jóváhagyást ez a polgármesteri jutalom. És megelőzte ezt a közösségi médiában már egyfajta hangulatkeltés, hogy jutalmat szavaznak meg. Tehát a testületi ülésnek az anyagát bevitték a közösségi médiába, és nyilván csámcsogtak ezen, hogy a polgármesternek mennyi jutalom lesz az előterjesztésben, mennyi fog szerepelni. Szerintem ez méltatlan volt, polgármester úr is így gondolta, és pontosan ezért tette azt a javaslatot még az ülés előtt, hogy ne kezeljük jutalomként, hanem ennek a jutalom, amibe került volna ez a jutalom, az egy támogatás formájában kerüljön majd megítélésre a református egyházközségnek. Én amikor felvázoltam ezt, akkor feltettem a kérdést, hogy az összefogás képviselő csoport miért tette meg azt a javaslatot, hogy ezt vegyük le napirendről. Hiszen ez a javaslat érkezett, amit nem fogadott el a képviselőtestület. Arra nekem mai napig nem megfelelő Bakó képviselőtársamnak a válasza, ugyanis ő azt a választ adta röviden és velősen, hogy ebben a helyzetben ez nem jó. Szerintem bármi is van körülöttünk, a jutalom az elmúlt 10 év munkájáról szól. És egyébként az, ami körülöttünk van, az szerintem nem hozható összefüggésbe, továbbra is mondom, a polgármester munkájával. Úgyhogy én továbbra is azt kérem, vagy én szeretnék egy magyarázatot kapni arra, hogy miért nem javasolt. Ha már említette Bakó képviselő urat, ezzel akartam átkötni egyébként képviselőasszonyra, az ott tényleg benne maradt a levegőbe, de nem azt mondta, hogy nem jó, hanem azt mondta, hogy nem most van itt az ideje ennek, és valaki még rá is kérdezett tőle, talán pont a polgármester azt mondja, hogy mire gondolt itt ebben a dologban. Nem és tudtam rákérdezni. De valaki rákérdezett az önök oldaláról, és akkor tudom, hogy még egyszer a képviselő úr válaszolt, de valahogy ott maradt a levegőben. Nem válaszolt, én tudom idézni, mert kiírtam ide magamnak. Idézem, én azért gondoltam, hogy vegyük le, mert a jelenleg kialakult helyzetben ez úgy gondolom, hogy nem jó. Ez volt a válasz, tehát volt rá válasz, csak ez úgy benne maradt a levegőben. Uh-huh. Ez a válasz nekem érthetetlen, nem tudom elfogadni. Világos, ezért is kérdezem képviselőasszonyt, hogy ez a válasz, vagy tulajdonképpen mi lett volna a mögöttes tartalom ebben a dologban? Én azt gondolom, hogy erre a helyzetre azt a szót mondani, hogy méltatlan, akkor most már én is mondom azt, hogy nem szerencsés. Nem szerencsés ezt a szót hallani, ugyanis nem az lehetett látni a képviselőtestület ülésen, hogy az ellenzék beleállt volna abba, ami szerintem általában azért jellemző a mai magyar testületi ülésekre, ahol elkezdjük azt boncolgatni, hogy mi nem igaz abból, amit a polgármester asszony, meg az összes képviselő, azért volt ilyen hosszú az előterjesztésbe, elmondta, hogy mik kettett a polgármester. Egyszerűen lehet, hogy nem volt pontos a fogalmazása képviselőtársamnak, egyszerűen azt éreztük,
hogy most a városban van egy olyan hangulat, ami ezt nem teszi méltóvá. Sajnos be is igazolódott. Mert mind a mellett, hogy most szólhattak volna a tegnapi hírek csak arról, hogy polgármester úr fölajánlotta, és ez nagyon érdekes, ha már a testületi ülés előtt ő eldöntötte, hogy föl fogja ajánlani, és azért ez egy érdekes magyarázat, hogy azért, mert a közösségi médiában kitették, hogy egyébként ilyen témáról volt szó. Hát hogyha ő ebben nem biztos, akkor miért nem kezdte így? Hogy egyébként nyugodtan beszélhetünk erről, de én ezt a jutalmat föl fogom ajánlani. És elmondja, hogy miért. Tehát ezek szerint ő is érezte, hogy valamiért nem oké ez a dolog. És mi azért tettük ezt, mert nem akartuk ezt az egész témát odavinni az asztalra. Nem akartuk, hogy elkezdjünk most ezen megint körbe menni. És mi azt mondtuk, hogy jelenleg nincs ennek itt az ideje. Jelenleg. És ez egy nagyon fontos szó ebbe a történetbe, hogy én értem, hogy a 10 éves munkáról van szó. El is tudom fogadni. De jelenleg nagyon nem volt szerencsés, hogy ezt a témát most hozzuk ide. Lehet azon vitatkozni, hogy most technikailag ezt most decemberben muszáj-e megtárgyalni, nem muszáj, stb. Mert egyébként megtettük volna azt is, hogy a költségvetési soron ott volt ez a forrás, és mondjuk akkor beszélünk róla, amikor egy kicsit más hangulat uralkodik a városba. De engem az meglepett, mikor azt mondta a polgármester asszony most a beszélgetés elején, hogy ő nem is érti, hogy miért lenne a polgármester ideges. Ő nem csak azért kell, hogy ideges legyen egy városba, hogy ő személy szerint mit tesz, vagy mit nem tesz. Ő a városba kialakult helyzetekért is felelős. Szerintem inkább azért szomorú lehet az ember. Ideges, én nem vagyok ideges képviselőasszony, ideges. Én szomorú vagyok inkább ezért a helyzetért. És végtelenül is, még azt leszögezném, én nem húznék párhuzamot a polgármester elmúlt 10 év munkája alapján megszabott jutalom. Jogos, jogos. Egyébként én nagyon nyugodtan végighallgattam a nagyon hosszú felvezetését a polgármester asszonynak, ha megengedi. Igaza van. Így van. De akkor is most a városban van egy olyan hangulat, ami legyen érte szomorú. Ideges, szomorú, lehet a szavakon lovagolni. Nem ez a lényeg. Egy sokkal méltóbb környezetben lehetett volna ezt az előterjesztést megtenni. És mi meg voltunk róla győződve, hogy föl se fogja vetni ezt a kérdést, polgármester úr, ezen a napirendi ponton. Mi ezért ajánlottuk azt rögtön, és emlékezzen vissza a polgármester asszony, hogy Bakó képviselő úr, amikor először mondta, hogy mit vegyünk le napirendről, még az előterjesztés címét sem mondta, csak a számát. Anélkül, hogy egyetlen egyszer ne hangozzon el, hogy egyébként miről beszélünk. Jó, oké, önök úgy gondolták, hogy végig kell ezen menni. Nem szálltunk bele a vitába, nem kezdtük el azt mondani, hogy most akkor tulajdonképpen mi van. Csendben végighallgattuk, ahogy méltatták a sajátjai polgármester urat. Értjük. Mi pedig nyomtunk egy tartózkodást. És azért, mert ott, ebben a helyzetben, abban a helyzetben is, meg ebben a helyzetben is nem időszerű. És a végén akaratától függetlenül egy nagyon méltatlan helyzetbe került. Így van, akaratától függetlenül, és szerintem, tartom is magam hozzá, semmi köze nem volt az indoklásnak ahhoz, ami miatt indokolt lehetett az, hogy tartózkodott az összefogás képviselőcsoport. Én most sem kaptam erre magyarázatot. Kivált kép azért nem, mert akkor, amikor a polgármester választás volt, pont a képviselőcsoport, az önök képviselőcsoportja fogalmazott úgy, hogy nem indítanak polgármestert, mert ez a polgármester az, aki az elmúlt időszakot tekintve is ezzel a polgármesterrel lehet egy eredményes időszakot véghez vinni. Ezt képviselőasszonyék mondták. Húha, itt akkor nagyon gyorsan tegyünk rendet a fejünkbe. Én értem, hogy már nagyon sok idő eltett a választások óta. De még nem fejeztem be a mondatot. Nem, ez egy olyan mondat, amit azt gondolom, hogy nagyon gyorsan tegyünk helyre. Nem ezt mondtuk. Hanem? Én mondtam azt, hogy tudomásul kell venni, hogy ma Magyarországon olyan világot élünk, hogy miután a Fidesz van kormányon, és ha nem
fideszes polgármesterünk lesz, akkor megállunk a fejlődésbe, és ezt kell tudomásul venni. Én nem a polgármester urat méltattam ebbe a történetbe. Én nem idéztem el képviselő asszony szavait. Hát de azért kifacsarta, kifacsarta, még egyszer mondom. Nem azt jelenti, hogy nem ismerik el a polgármesternek az elmúlt 10 évben végzett munkáját. Nem egy városépítő munka folyik. Nem erről van szó, de akkor ezt a döntést nem azért hoztuk meg, mert rengeteg negatív dolgot tudnánk elmondani, és ha már itt tartunk, akkor elmondom, hogy szerintem, magánvéleményként, mi alapvetően a probléma? És én ezt sokat elmondtam. Nem szokta ellenzéki képviselő azt mondani, hogy hú, itt minden jól megy. Nagyon sok minden jól megy ebben a városban. Egy dolog nem. Hogy arra, hogy itt jól érezze mindenki magát ebbe a városba. És polgármester úr azt a szót használta, hogy az ellenzék már a fizikai megsemmisítésig is el tud menni, csak azért, hogy fenntartsa ezt a hangulatot, valahogy így fogalmazott. Igen, ez a probléma. Hogy egy kis emberséggel, kevésbé lekezelően, nem ilyen, és egyébként az egész testületi ülésnél is, a heccelés, csak már nem akartam erre visszatérni. Tehát az, hogy valamiben nézzük a másikat, igen, van ellenzék, ott van az ő feladata is, ugyanolyan tisztességes emberek ülnek ott is, jó szándékkal. Lehet, hogy sok minden másképp látnak, csak jó szándékkal. Nekem alapvetően ez a bajom ebbe a városba. Ez a, aki nem velünk van, az mindenki menjen a levesbe, ne fogalmazzak ennél durvábban. Szerintem ez az ellenzéknek a politikája, a kommunikációja, én folyamatosan ezt érzem rajtuk, és szerintem ez járul hozzá ahhoz a negatív hangulathoz, ami ki tud alakulni a városban. Én alapvetően azt mondom, és polgármester úr is azt mondta, hogy őt idézem most, hogy ő szerinte béke van a városban. És pontosan ezért kellene elzárkóznunk ezektől a külső megjelenésektől. Én továbbra is azt mondom, hogy az irány jó, de visszatérve egyébként a jutalom vonatkozásában, nem találtam magyarázatot, viszont örülök neki, hogy elfogadásra került, és hogy egy ilyen jó helyre tud menni, hogy a Református Egyházközség alapítványán keresztül kitűnő tanulóknak a jutalmazására tud fordítódni ez az összeg. MotoGP, ugye ezt már többször is érintettük itt a beszélgetés folyamán, hogy ezzel kapcsolatban szükség van folyamatos tájékoztatásra, de ez már egy régebbi történet. Viszont ugye felvetődött a testületülésen, csak hogy is volt ott a munkarendet, vagy a következő évi munkatervet tárgyalta a testület, és akkor ott azon belül valahogy megjelent a MotoGP, talán képviselőasszony felvetésére, hogy majd mindenképpen bele kellene venni a jövő évi dolgokba azt, hogy ezzel kapcsolatban kell egy tájékoztatás. Ha most megint hivatkozhatok magamra, úgyhogy külső szemlélőként tényleg morzsákból építkezik az ember, a MotoGP is egy olyan történet, hogy mostanában úgy keveset hallani róla, hogy tulajdonképpen mi is történik. Mit tudunk elmondani ezzel kapcsolatban? Engengándi szerkesztő úr, most hadd kezdjem már én a választ, még mielőtt fél órán keresztül végighallgatjuk, hogy mi van a MotoGP-ben. Ez egy fontos történet, hogy ott egy munkatervről szólt az előterjesztés. És csak a hangulathoz, hogy hozzátegyem. Én ott azt jeleztem polgármester úrnak, hogy nem értem. Eleve úgy kezdődött, hogy a polgármester asszony föltett nekem egy kérdést. Nem, nincs ilyen lehetősége abba a szituációba. De kijavított polgármester úr, és megvártam a kérdést. De nem érdekes. Nyilván válaszolunk rá. Van ez így, hogy utána nyilván kigúnyult a polgármester, hogy megszavaztatta, hogy ő vezesse az ülést. Mert hogy egyébként, még egyszer mondom, nem arról volt szó ott, hogy magát, azokat a javaslatokat, amit a munkaterven belül mi javaslunk, hogy azokat a témákat ott meg is beszéljük. Mert egy munkaterv arról szól, hogy felsoroljuk azokat a témákat, hogy mikről beszéljen majd a testület januárban, februárban, márciusban. És én ott azért nehezteltem, mert egyébként egy összefoglaló tájékoztatást adott, és nem az a lényeg, hogy most az jó volt, vagy nem volt jó, vagy kellett, vagy nem kellett. Nem ez volt a probléma, hanem az volt a probléma, hogy ott a munkaterven belül az a feladatunk, hogy meghatározzuk, hogy majdan januárban, februárban miről fogunk beszélni. És nem volt lehetősége a polgármester asszonynak olyan hosszú tájékoztatást adni, és ezt
tudja, miért gond? Nem azért, mert hogy nem jó, hogy az ott elhangzottak, elhangoztak, mert még azt gondolom, hogy egy-két mondat kivételével egy aránylag korrekt tájékoztatás volt, hanem az, hogy ott nincs arra lehetőség, hogy például az ember ezekre ráreagáljon, vagy elmondhassa a véleményét, mert nem ez volt a téma. És ott abban a helyzetben kimerem mondani, hogy polgármester úr visszajött azzal a lehetőségével, hogy ő vezeti az ülést. És lehetett poénusabb megszavaztatni a testületet, hogy a polgármester vezesse a testületet. Hát nyilván nem ez volt a felvetésem, hanem az, hogyha az egyik oldalnak van lehetősége 3x3 percbe egy teljesen más témát behozni ahhoz a napirendhez. Tudja a polgármester azt mondani, hogy ha azt az előadást, vagy azt a tájékoztatást, bocsánat, megteszi a polgármesteri jelentésnél, mert megteheti, és ott van rá lehetősége, egy szavam nincs, hogy ez most hogy jött ide. Mert hogy akkor utána van lehetőségünk nekünk is ráreagálni. Mert igen, voltak olyan pontok, amihez lett volna reagálásunk, de nem ez volt a téma. Mert ezen kívül még, már sem emlékszem hány napirend, de legalább 4-5 napirend felvetésre került, hogy mi kerüljön be a munkatervbe. Azokat sem tárgyaltuk meg, azokat sem veséztük végig, csak meghatároztuk, hogy majd januárban, februárban, márciusban volt. És még van egy felvetés, hogy azért az egy érdekes dolog, hogy ha valami probléma felvetődik a testületen belül, akkor mindig a munkaterv az, amivel, na akkor hozzunk be olyan témákat, amivel sokba lehet tartani a környezetet, és akkor én itt ezzel megálltam. Na, de hát most vagy hozzátartozott ehhez a napirendi ponthoz, vagy nem. A Hajdunánesi Televízió egy kiváló platform arra, hogy tájékoztatást adjunk. Igen. Nyilván reagálni is akar a polgármester asszony, de tényleg a MotoGP-vel kapcsolatos fontos dolgokat jó. is említsük meg, jó? Persze. Csak tényleg reagálva is szerintem tisztába kell tenni ezeket a dolgokat. Munkatermnek a kiegészítő javaslata volt, hogy a MotoGP-ről hozzunk be egy tájékoztatást is. Bocsánat, hogy kérdeztem, vagy lehet, hogy nem akkor, amikor megfelelő időpontja volt, de nekem tényleg arra irányult a kérdésem, hogy mire irányuljon a tájékoztatás, hiszen ha azt úgy fogalmaznak, hogy a helyi ügyekről számoljunk be, akkor értem, és akkor tudom, hogy tőlem várják a beszámolót. Viszont azért kérdeztem rá, és elmondta a képviselő asszony, hogy egy általános tájékoztatót kér, hiszen itt is azért mennek a sajtóban különféle információk, ezért merészkedtem megkérdezni, és ezért tettem azt a javaslatot egyébként, hogy a beruházótól kell akkor ilyen jellegű tájékoztatást kérni, és ez természetesen igaza van képviselőasszonynak, januárban meg fogjuk tárgyalni. De volt egy érdekes kijelentése képviselőasszonynak az ülésen, ami az volt, hogy nem mondhatja meg polgármester úr nekem, hogy mit mondjak. Teljesen igaza van benne, nem is akart ilyet senki. Szerintem nekem sem mondhatja meg senki, hogy egy hozzászólásban mit mondjak. Az már jogos a felvetés, hogy azt mondja a képviselő asszony, hogy miért beszéltem 3x3 percig. Lehet, hogy nem kellett volna, de én egy hozzászóló voltam ebben a tekintetben. Nekem ez volt a hozzászólásom, hogy úgy gondoltam, hogy tájékoztatom a lakosságot arról, ami valóban az én személyem, mert érinti, és én tudok erről egy tájékoztatást adni. És szerintem a képviselőtestületi ülés ennek egy megfelelő platformja. Én nem a munkatervhez tett javaslatukat írtam felül, azt elfogadtam arról, mert megkérjük a beruházót, és januárban meg tud valósulni, és teljesen jó felvetés volt, és köszönöm is. Én hozzászóltam ehhez a témához, és én is azt mondom, hogy nekem ne mondják meg, hogy mit mondjak, én ezt gondoltam elmondani a témában. És akkor a MotoGP... Erre hogy reagáljak már, hogy ne menjünk tovább ezen a történeten. Utána végig a hozzászólásokat tekintve. Polgármester úr azt mondta, hogy a polgármester asszonynak van joga tájékoztatni a MotoGP-ről. A képviselők hozzászólásában benne volt, hogy most ők nem értik, hogy mi baj van, és ők nagyon örülnek, hogy ezt a tájékoztatást meghallgatták. Na most akkor ez egy hozzászólás, vagy az a polgármester tájékoztatása volt? Lehet és a még szavakon szeretném mondani, hogy alapvetően az volt a problémám vele, hogy ezt úgy tette meg,
hogy egy olyan ügybe, ami az egész várost érinti, és egyetértettünk benne, hogy egyébként külön napirendi pontba fogjuk tárgyalni, nem volt arra lehetőség, és ezt kell megérteni, nekem ez volt vele a gondom, hogy nem volt lehetőség, mert utána nekünk már erre nem volt lehetőségünk reagálni, hogy azt mondjuk, hogy amit a polgármester asszony elmondott, erről ez vagy az, vagy amaz a véleményünk. Mert nem volt hozzászólási lehetőség. Mert a munkatervről beszéltünk, és nem magáról, arról az előterjesztésről. Értem, de hozzászólási lehetőségem van. A munkatervhez, igen. Szerintem bármihez. Én a hozzászólásomat kihasználtam, egy picit túl is mentem ebben az ügyben. Háromszor három percben. Igen, de jó, hát én értem, hogy ön nem akarja ezt megérteni. Én csak megértem, csak nem értem, nem tudom elfogadni. Az egy összerakott tájékoztató volt. Volt még benne egyszer, valami hiba? Még egyszer volt. Még egyszer azt szeretném mondani, hogy ha ez az egész, mondjuk egy polgármester vagy alpolgármesteri tájékoztatóba hangzik el, egy szavam nincs hozzá, mert arra van reagálási lehetőség. Uh-huh. De még egyszer meg akarják nekem mondani, hogy én hogy szóljak hozzá egy dologhoz, egy napirendhez, egy bármihez? Én nem akarom megmondani, csak azt szeretném mondani, hogy a képviselőtestek van egy SMS-re. Igen? És az nem annyira korrekt, hogy ez az SMS ránk vonatkozik, önökre meg nem. De én elismertem, hogy túléptem, de én örülök neki, hogy tudtam egy tájékoztatást adni, és remélem szívesen fogadta a lakosság is, hogy tájékoztatást tudtam ott adni a hozzászólásomban. Én ezt vállalom, és azt is vállalom, hogy bocsánat, hogy túlmentem, én ezért elnézést kértem, oda fogok rá figyelni, hogy ne menjek túl még egyszer a meghatározott időben, de én ezt gondoltam elmondani ehhez a napirendnek, elfogadva azt, hogy 2022. januárjában hallgassuk meg a MotoGP-ről a tájékoztatót a beruházó részéről. Sőt, itt most van lehetőség visszakérdezni is a tájékoztatás tartalmával. Kíváncsi is vagyok, hogy mi az, ami nem volt. Mit gondoltak képviselőasszonyik ezzel a tájékoztatással és az ott elhangzottakkal? Ami nem volt valós. Erre kíváncsi vagyok. És akkor itt ráfordulunk a MotoGP ügyére. Nem azt mondtam, hogy nem volt valós. Én ilyet nem mondtam. Csak azt mondtam, hogy voltak olyan mondatok, amit sokféleképpen lehet érteni. Maradjunk meg abba, hogy én a munkatervnél azt láttam, hogy januárban fogjuk ezt tárgyalni. Térjünk vissza erre januárban. Amikor majd olyan keretek között beszéltük meg ezt a napirendi pontot, amilyen keretek között ezt meg lehet beszélni. Nekem ez a véleményem erről. Alpolgármester asszony, akkor MotoGP, mit tudunk most erről az egész dologról, vagy mi az, amit mi el tudunk mondani ezzel kapcsolatban? Még egyszer, tehát azok a folyamatok, amik az önkormányzatot érintették, és nem vagyunk beruházók, tehát közvetetten vettünk részt a folyamatokban. Volt egy szárazabb rész, ami a hajdunálási szabályozási tervnek a módosításait tette szükségessé. Ezek ilyen szakmai dolgok. Ezek kellett módosításokat végeznünk a szabályozási tervben, minden mozzanata a képviselőtestület előtt is annak jóváhagyásával történt. A másik feladatkör az a tulajdonosoknak az érdekképviselete, ami akkor is elmondtam, hogy ez tulajdonképpen egy önként vállalt feladat, hiszen mi önként vállaltuk, hogy a tulajdonosoknak az érdekeit igyekszünk a lehető legnagyobb tudásunk, vagy legjobb tudásunk szerint képviselni. Hosszú folyamat volt, mire letisztázódott a MotoGP-nek a helyszíne tulajdonképpen, és hogy kikristályosodott, hogy kik is azok az ingatlan tulajdonosok, akik érintettek ebben a beruházásban. Őket igyekszünk mi szem előtt tartani, és az ő érdekeiket képviselni. Szerencsére eddig pozitív a hozzáállása a beruházónak, hiszen meghallgatásra találnak azok a felvetések, amik tőlünk származnak. Az volt a kérés, hogy csereföldet kapjanak azok, akik gazdálkodni szeretnének. Ez végbe is ment, cserealap lett létrehozva, lett lehetőség arra, hogy ezek a gazdálkodók területhez jussanak. Én ennek nagyon örültem, és szerintem ez egy nagyon fontos momentum volt. Nagyon hosszú, több alkalmas egyeztetések voltak, de a végére elértünk oda, augusztus végére, hogy minden egyes tulajdonos ki tudta azt nyilatkozni, hogy ő csereterületet kér, tehát ott gazdálkodást akar folytatni, vagy pedig pénzt kér az ingatlanjáért cserébe. De ha jól emlékszem, a polgármester asszony, akkor egy olyan is elhangzott ebben a tájékoztatóban, hogy van egy tulajdonos, aki igen? Viszont talán egy egyeztetésen vett részt, és akkor elmondta, hogy ő igen, nem hajlandó igen, semmi. Igen, volt egy ilyen tulajdonos. Ez hogy áll ez az ügy vele kapcsolatban? Hát, hogy ez megakaszthatja a beruházást? Ezért is kérdezem. Nem gondolom. Ő onnantól kezdve
mindjárt folytatom, és akkor ide kitérek rá. Mert hogy a földcsere ugye ezzel folyik, és én ebben a folyamatban, az önkormányzat képviseletében ebben a folyamatban vettem részt. És azok a tulajdonosok, akik pénzt kértek az ingatlanokért, ők egy kisajátítási, úgynevezett kisajátítási eljárásban vesznek részt. Abban a folyamatban azt hiszem, hogy államkincstárhoz tartozik, és különböző hatóságokhoz, de mi abban nem lettünk ez idáig bemondva, nem vettünk részt benne. Úgyhogy, hogy ott hogy áll tulajdonképpen a dolog, sajnos szerintem ez a része lassabban halad, ezt elmondtam a testületi ülésen is, és itt én ezt folyamatosan jelzem is képviselő úrnak, Tiba képviselő úrnak, hiszen a jelzések folyamatosan jönnek a tulajdonosoktól, hogy nem úgy halad az ügy, ahogyan kellene, vagy ahogyan várnák. Én ezzel tisztában vagyok, de hogy hol tart az ügy, arról sajnos nincsen tudomásom. De folyamatosan azon vagyok, hogy ezt jelezzem képviselő úrnak, és remélem, hogy minél előbb tájékoztatva lesznek. A földcsere folyamatát tudom, annak nagyon örülök, hogy a csereingatlanokon az őszi munkákat el tudták végezni, tehát hogy a gazdálkodást nézzük, vagy a gazdálkodási szemmel nézzük, akkor sikerült egy olyan megoldást találni, hogy ne akadjon meg magának a gazdálkodásnak a folyamata. Úgyhogy én erről az oldaláról tudok tájékoztatást adni, de még egyszer hozzáteszem, azon vagyok, hogy információt szerezzek, illetve javasoljam azt, hogy gyorsítsák fel ezt az ügyet, vagy legyen már valami érdemi megoldás a MotoGP vonatkozásában. Képviselőasszony, valami még ehhez a témához? Szerintem sok minden nem időszerű. Tehát még nagyon sok minden nem ott tart ebbe a történetbe, az én tudásom szerint, ahogy ez így fel lett vázolva, most azért sokkal visszafogottabban, mint a testületülésen, de én ebben nem kívánok belemenni, mert azt gondolom, hogy ez erre még vissza fogunk térni, és akkor majd meglátjuk, hogy akkor hol fog tartani. Akkor jöjjön egy újabb témakör, amit alpolgármester asszony kért, hogy mindenképpen beszéljünk róla, ez a Tedei Városrész tanácskozás volt, ahol ugye elhangzott, hogy mi történt eddig, és mi várható a jövőben. Pont egy adventi vasárnap volt, ha jól emlékszem, egy nagyon kedves kis... Nyugodtan felveszem a tollat. Köszönöm. Mind a ketten ott voltunk. Igen, ott voltunk, egy nagyon kedves kis adventi esemény vezette fel ezt a városrészi találkozást a gyerekek számára, kézműveskedéssel és más egyéb dologgal. Mi hangzott el ezen a tanácskozáson, mi az, amit erről mindenképpen érdemes elmondani? Igen, azért tartottam fontosnak, hogy nyilván mindig várost érintő témákat hozunk ide. És azt gondoltam, hogy Tedelyen is olyan fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban, illetve vannak olyan eseményei a városrésznek, amiről szerintem illik beszélni, és ne felejtkezzünk meg ezekről, és ezért tettem azt a javaslatot, hogy és amennyiben belefér az időnkbe, akkor néhány gondolatot fogalmazzunk meg. Valóban egy jó hangulatú, és örülök, hogy rengetegen voltak ezen a testületi ülést, vagy városrész tanácskozást megelőző kis adventi vasárnapon meseolvasás volt, én is a kisfiammal voltam, és adventi koszorút készítettünk, rendkívül jó hangulatú volt, és ezt követte a városrész tanácskozás délután. Elég sokan eljöttek, bár én szerettem volna, ha még többen vesznek ezen részt. Igyekeztem egy tájékoztatást adni, hogy milyen folyamatokban indultunk el az elmúlt évben, hol tartunk, és mire lehet számítani az elkövetkezendő időszakban. Nyilván igyekeztünk az óvoda előtti közösségi teret egy kicsit élhetőbbé tenni, ott egy parkoló került kialakításra, pici parkosításokat végeztünk, szerintem nagyon szépen sikerült, illetve játszótéri elemek és kondi elemek is kerültek el helyezésre. Ezek még folytatódni fognak, hiszen még mindig várunk játszótéri elemet, úgyhogy bővíteni tudjuk, és vannak más elképzelések is. Én szeretnék ilyen kis sétáló ösvényt kialakítatni, illetve a közösségi teret, a zöld felületet ott úgy továbbfejleszteni, hogy valóban a közösségi funkciója meg tudjon valósulni, főzőhelyekkel, sütögetőhelyekkel, kis padokkal. Úgyhogy... Fontosnak tartottam, hogy beszéljünk ezekről a fejlesztésekről, mert szerintem nagyban hozzájárulnak a tedei lakosoknak a mindennapjaihoz, az életminőségüknek a javulásához. Folytatni fogjuk nyilvánvalóan. Érintettem
olyan picit negatívabb vonatkozású dolgokat is, mint négy lakást érintően a szennyvíz bekötése. Egy rendkívül elhúzódó folyamat, maga a folyamat is, a hatósági része is borzasztóan elhúzódott, annak ellenére, hogy mindent megtettünk, hogy haladjon, de most már sikerült kivitelezőt találni, és jövő év elején meg fogjuk tudni a szennyvíz rákötést a kimaradt négy ingatlanban a főutcán valósítani. Igyekeztem összefoglalni azt, hogy milyen fejlesztések várhatóak, még folytatjuk a járdafelújításokat, ahol szükséges az útfelújítást. Vannak olyan kardinális pontok, amik mindig visszatérnek a lakosságtól, hogy ahol nagyon rosszak az utak, ahol nagyon rossz a vízelvezetés. Ezek már belekerültek fejlesztési elképzelésekbe. Már azóta hírül tudtam adni, hogy megnyertünk egy belvizes beruházást, amiben ezek szerepelnek, illetve útfelújítás is van benne. Úgyhogy mindaz, amit elképzeltünk, és még ami megoldásra vár, nyilván amik legkardinálisabbak, ezek meg fognak tudni valósulni. És bár nem önkormányzati beruházás, de az elmúlt időszakban tudtam képviselő úrral egy sajtótájékoztatón részt venni, amin bejelentésre került az, hogy megkezdődött a régen várt Tedei előtti útszakasznak, ugye a megye határ, az autópálya felhajtótól a megye határig történő megújítása. Nyilván nem egy önkormányzati beruházás, de mint a város képviselője vagy, mint hajdúnánási lakos, én rendkívül örülök neki, és most nem lesz nagyon látványos, mert csak előkészítő munkálatok lesznek, de tavasszal, ahogy az időjárás engedi, meg fog tudni újulni az az útszakasz is. Ezen a városrész tanácskozás ülésén a polgármester asszony ugyanilyen tájékoztatást adott, és egyébként egyetlen egy kérdés vagy felvetés nem volt a lakosság részéről. Ezt eléggé tudatosan akartam hangsúlyozni, mert ezen az ominózus decemberi testületi ülésen felvetődött egy téma, hogy a lakosság már mennyit jelezte, és hogy ezekbe a kérdésekbe lépni kell. Én ezt kíváncsian várom, hogy hol, kinek, milyen módon, mert ott senki nem szólt hozzá semmilyen formában. Az úthoz engedje meg. Most akkor így mondom, hogy képviselőtársam, mert ugye erről a körzetről van szó, hogy ugye én a megyei önkormányzatnak a tagja vagyok, és a közútkezelő szervezet, hogy így fogalmazzak, egy tájékoztatást tett a megyei közgyűlésnek pontosan ezelőtti tanácskozás előtti pénteken, ahol én hozzászólásomban konkrétan megkérdeztem, hogy hogy létezik az, hogy ez a fejlesztés négy másik úttal együtt mozgott, és abból a három az már vagy megvalósult, vagy jelen pillanatban van megvalósítás alatt. Mi meg másfél éve körülbelül, nem tudom pontosan, ott tartunk, hogy nagyon örülünk, hogy talán a közbeszerzés le fog zárulni. Akkor elmondta, hogy igen, lezárult, és hát egy szerencsétlen csillagzat alatt született ez a projekt, mert átkerült egy másik csoportba, ahol viszont olyan társai voltak, ahol egy nehezebb közbeszerzések voltak, és ezért a csomag részeként húzódott el ez ennyire. Ott elmondta, hogy ki lesz a kivitelező, és hogy ebbe az évbe átadásra kerül a munkaterület, és majd tavasszal kezdődik el. Ez egy olyan probléma, amit már nagyon régen meg kell oldani. Én nagyon bízok benne, hogy ez így is fog megvalósulni. De ugye a Tedei település rész az mindig egy érdekes kérdés, mert nem tudom, hogy a polgármester asszony miért nem tud velünk megbékélni ott Tedeyen, már úgy értem magával azzal a vállalatcsoporttal, ami ott működik, és ezt nagyon nehezen élik meg a dolgozóink is most már, hogy ha negatív, akkor biztos a Tedeértéről beszélünk, ha pozitív, akkor a település részről. És ez az állandó konfliktus, ezt akárhogy próbálunk ebből kitörni, ez mindig ott van a levegőben. És mi például tegnap egy ünnepség keretében, ami a cégnek a záró, évzáró rendezvénye volt, ahol nyilván az összes dolgozót nem tudjuk most jelen pillanatban összehívni, mert is nem is akartuk, csak a
csak ott idézőjelben, tehát a vezetőink és a meghatározott embereink, vagy meghatározó embereink ültek a teremben, és az összes olyan alapítványunknak a tevékenységét bemutattuk, hogy mégis legyen egy rálátás, mert mi ott csendben, tedején csináljuk a napi küzdelmeinket, mint gazdasági társaság, de ezt nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy nekünk ott együtt kell élni a lakossággal, és azért mi próbáljuk azokat a karitatív és egyéb olyan a lakosság életét segítő dolgokat vinni, már szinte megszokottan, hosszú-hosszú évek óta. Mindegy, hogy fiatalokról beszélünk, idősekről beszélünk, kikről beszélünk, minden évben az alapítványok működnek, és ezt összefoglaltuk egy csokorba, és maguk úgy a vezetők is akkor szembesültek vele, hogy tulajdonképpen mennyi minden történik itt. És gondolom már a beszélgetés végén járunk, nyilván ez egy karácsonyi hangulatban történt meg, fellépett egy hajdonállási, hát a Cifra Szőr néptánc együttes úgy is lehet majd látni a híradásba, egy fergetegesen, nagyon profi, nagyon jó előadást láthattunk tőlük, és az volt a lényeg, hogy pont azt látjuk, hogy hajdonállásról is, bocsánat, Tedej település részen élőkből is. Nagyon sok tehetséges fiatal ott táncol az együttesbe, az iskolákban is nagyon sok tehetséges fiatal van. Tehát nem igaz az a bélyeg, hogyha valaki tedei, akkor esetleg kevesebb lehetősége van, vagy nem tud úgy fejlődni. Nyilván a dolgozóink gyerekei is ott vannak. És ez egy nagyon jó érzés volt. Próbáljuk továbbra is ezt vinni, és ha én kérhetném azt így a karácsony előtt, vagy azt mondta szerkesztő úr a legelején, hogy a megbékélés és a magunkba fordulás és a megcsendesedés nevében, hogy próbáljon minket elfogadni a polgármester asszony, és próbálja azt látni, hogy ott nem egy egyszerű élet, mert együtt kell élni, és az élni-élni hagyni elvet. Mert annyi nemtelen támadást kapnak, akár az alapítványaink, akár maga a cég, ami nem esik jól, és nem nekem, mert nekem is, nyilván nekem is rosszul esik, de nekem sok mindent kell tűrni. De a dolgozóinknak, az ott élőknek nem biztos, hogy ez szerencsés. És hát nem tudom, fogok-e még szót kapni, de én a polgármester úrral való vitámat is így zártam, ezt a vitát is így szeretném, ezt a kérést is így szeretném megfogalmazni, hogy tényleg ne csak beszéljünk arról, hogy egy kicsit álljunk meg, higgadjunk le, és nézzünk magunkba, próbáljunk meg új alapokkal indítani a jövő évet, mert akárki akármit mond, én is sokkal jobban szeretek békességben dolgozni. És én nagyon szerettem a képviselői munkát, már lassan 22 éve csinálom ezt a feladatot. Nagyon sok szép dolgot hoz, de ez az elmúlt 2-3 év, ez nagyon-nagyon nehézre sikeredett. És én még mindig reménykedek abban, hogy ez vissza tud fordulni egy olyan kommunikációba, egy olyan együttműködésbe, amit pont polgármester úr fogalmazott meg a városnapi ünnepén, ahol elmondta, hogy a hajdú gyökerek azt, legalábbis én így fordítottam, hogy a hajdú gyökerek azért azt mindig azt mutatják, hogyha összefogunk, akkor el tudunk indulni. Én ennek jegyében kívánok innen is mindenkinek nagyon békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és a kialakult helyzetre tekintettel nagyon-nagyon sok egészséget a következő évben, és legyen mindenkinek nagyon boldog új éve. Alpolgármester asszony, záró gondolatok? Köszönöm, teljesen értetlenül állok, de nagyon szép gondolatokat és egy kerek gondolatot fogalmazott meg képviselő asszony, de számomra teljesen értetetlen, hogy most hogy jött ide a TEDE, és hogy vagy mivel bántom, nem érzem, hogy tettem ilyet, nem érzem, hogy ellenszenvesen viszonyulnék ehhez, de majd nyilván ezt, vagy a TEDE ZRT-hez, nyilván ezt lesz lehetőségünk majd kifejteni. Nem értettem most alapvetően, szerintem semmi okot nem adtam arra, hogy egy ilyen kijelentést tegyen, de nyilván majd meghallgatom ennek az indoklását.
képviselőként én örülök annak, hogy egy ilyen cég ott tud lenni és munkát tud adni, hiszen nagyon fontos a város életében és az ott élő tedei lakosoknak is. Amire egyébként itt gondolom, hogy utalni vélt képviselőasszony, akkor szerintem azt nevezzük nevén. Arra próbált utalni, gondolom azzal, hogy támadjuk az ott élő alapítványokat, senki nem támadta az ott élő alapítványokat. Együtt dolgozunk velük, azt gondolom, a lehetőség mindig megvan az együtt gondolkodásra és az együtt dolgozásra, ugyanúgy, mint más hajdunáláson tevékenykedő szervezetekkel. Valóban van egy vita, lehet, hogy majd ezt is ki kell nyitnunk, de alapvetően ez nem egy támadás az alapítvány ellen, ez arról szól, hogy ott van az IKST közösségi épület, amit eddig a TEDEI ZRT használt, és amit az önkormányzat vissza szeretne venni, hogy ott egy fejlesztést megvalósítson. Van is rá pályázati lehetőség, van is rá pályázati forrás. A polgármester azt javítsa ki, mert a TEDEI ZRT nem használja az IKST épületét. Bocsánat, akkor azt mondta az előbb, hogy együtt él ezekkel az alapítványokkal, az ott élő emberekkel. De nem a TEDEI ZRT használja az épületét. Így van, igaza van, nem a TEDEI ZRT, hanem az egyik alapítvány használja. Megtettük azt a javaslatot, így van, megtettük azt a javaslatot, hogy ez is a cél. Tekintettel arra, hogy ilyen gondolatunk van, és van egy fejlesztési meghatározva TEDEI-en, amit el is kezdtünk, ezt mind szeretnénk teljesíteni, és visszakívánja venni az önkormányzat annak az épületnek az üzemeltetését, és ugyanolyan zavartalanul az eddig zajló folyamatokat, tevékenységeket biztosítani, és plusz bevinni azokat a fejlesztéseket, beruházásokat és egyéb program elgondolásokat, amik adnak az önkormányzatnak, vagy nekem, mint képviselőnek szándékomban állnak ott megvalósítani. Ebből van most egy kialakult vita, mert az ott tevékenykedő alapítvány beperelte az önkormányzatot, mert nem szeretné visszaadni ezt az ingatlant. Ebből most van egy vita, és ezt ki lehet nyitni, de alapvetően én most ettől függetlenül is értetlenül állok, hogy ide lett hozva most ez a téma, de akkor szerintem tegyünk pontot a végére is konkretizáljuk, és ezt nyilván ezek után tudom én is úgy zárni, hogy nyilvánvalóan ezeket majd igyekszünk, és én is azt remélem, hogy a jövőben egy normálisabb hangvételű testületi üléseken alapvetően egy sokkal békésebb kommunikációval rendbe tudjuk tenni. A célom az nekem továbbra is, hogy nem csak Hajdunáláson, de TEDEI városrészen is a lakosság ne sérüljön, mindenféle szolgáltatást megkapjon, ahogy eddig is megkapott, nem célunk ez most sem másképp. Az üzemeltetését szeretnénk visszavenni, ugyanis az az önkormányzatnak a tulajdona. Ennyi célunk van, ezen lehet majd vitázni szerintem, de nyilvánvalóan nem kell kinyitni 100 ilyen kérdést, amikor nem is kapcsolódik egyébként a mai beszélgetéshez. Úgyhogy én is inkább azzal zárnám, amit már sokat szor megtettünk, hogy próbáljunk így most már elvonulni, elcsendesedni mindenki a családja körében. Én már nagyon várom, hogy a családom között legyek végre hosszabb időt, és nyugodtan tudjunk egymásra koncentrálni. És én ezt kívánom mindenkinek, hogy minél több időt a családjában, szeretetben tudjon tölteni, és nyilvánvalóan, amit képviselőtársam is elmondott, az egészségünk a legfontosabb. Hiszen 2 éve olyan környezetben élünk, hogy alapvetően az egészségünket óvva vagyunk mindentől megfosztva. Úgyhogy én ezt kívánom képviselőtársamnak és szerkesztőnek is, és a város minden lakosának, hogy áldott békés karácsonya legyen, és egy nagyon jó egészséget kívánok, és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt a következő évre. Már most, szerkesztő úr, nagyon inkorrekt lenne, hogyha én ezekre a reagálásokra válaszolnék. Megint volt benne egy csomó csúsztatás, de most már tényleg azt gondolom, hogy most eljutottunk arra a szintre, hogy itt meg kell állni, és ezekre a kérdésekre én kérem, hogy térjünk vissza, mert ez az utolsó összefoglalás megint inkorrekt volt, és én nem mondtam egyébként, hogy erről beszélek, egy csokorba össze lehet szedni, de ezt most itt tényleg azt gondolom, hogy meg kell állni. Én azt gondolom, és pont így akartam lezárni is a dolgokat, hogy a következő esztendőben, januárban akár ezzel a témával is nyithatunk, hiszen ahogy a polgármester asszony is mondta, ki lehet bontani ezt a dolgot, és erről is lehet beszélgetni, illetve egy
talán fontosnak mondható téma, ami kimaradt, ez az óvodával kapcsolatos és az óvoda vezető személyével kapcsolatos változás, de még ez is aktuális lesz januárban, én azt gondolom, úgyhogy várom és várjuk Önöket vissza majd akkor is. Én köszönöm szépen ezt a 2021-es esztendőt, hiszen sok alkalommal találkoztunk és így ebben a hármas trióban beszélgettünk a várost érintő témákról. Legyen így ez 2022-ben is, áldott békés, boldog karácsony mindenkinek és boldog új évet. Viszont kívánok mindenkinek, köszönjük szépen.